Ma már az idősebbek mellett fiatalok, gyermekek is vannak, mondhatni három korosztály versenyez ma is. Nagyon boldog vagyok, hogy egy maroknyi csoport, akik 2018-ban megalapították a táblásömű vagy römikab klubot Karcagon, 10-néhányan voltunk, most már egy közel 40 fős csoportán nőtte ki magát, és itt boldogan ünnepelhetjük a születésnapunkat, és az ünnep az egyik klubtagunk javaslatára egy ötfordulós versennyel történik. Szoktunk házi bajnokságokat rendezni, de most ez különleges, mert öt forduló az nagyon hosszú, és egymás után öt meccset lejátszani, de nagyon lelkes a csapat, itt vagyunk. A legfiatalabb versenyző még alsó tagozatos, az idősebbek pedig már a 80-at átlépték. Nagyon boldogok vagyunk, hogy itt összehozza az embereket, hiszen a játékra is az van írva, hogy brings people together, összehozza az embereket, és ez tényleg így van. És mi minden alkalmat megragadunk, hogy ezt a játékot népszerűsítsük. Az intézmény, a Dériné Kulturális Központ által szervezett rendezvényeken is, illetve különböző a programokon veszünk részt. Volt már olyan, hogy sporttáborozók vettek részt a egy-egy foglalkozásunkon, és jövőbeni tervünk, hogy tovább népszerűsítessük ezt a játékot, hiszen fantasztikus, és van egy mottónk, játszani jó. Az öt évvel ezelőtt kezdő csapatból is vannak, akik ma is nagyon lelkesen játszanak. Többen mondták, hogy a versenyzést azt már nem nagyon szeretik, meg vannak olyanok, akik foggal körömmel ragaszkodnak a győzelemhez. Hát az emberi tulajdonságok között ez is ott van, és többen inkább csak a játékra, az edzésre, az a játék örömért jönnek játszani. De a kezdőcsapatból is valóban sokan itt vannak. És a táblán az első fotót tekintve azért öt év alatt nagyon sokat változtunk, azt is látjuk, és de azért olyan jó felidézni az emlékeket. Itt végig raktunk néhány emlékezetes eseményről fotót. Rendeztünk tábort is a klubok közül, elsőként és egyediként, tehát egyetlen más országban működő klub sem rendezett még tábort. Mi itt az Akácliget fürdőben már három alkalommal rendeztünk, és az idén is meg van hirdetve, illetve nincs meghirdetve, mert az előző évek táborozói már mindig bejelentkeznek a következő évre is, tehát fullos várólista van, esetleg úgy lehet majd jelentkezni rá. Karcakupát is már négy alkalommal szerveztünk, ez egy országos verseny, az is nagy népszerűségnek örvend, de mi magunk és nagyon szívesen megyünk az ország különböző pontjaira. A Dunántúra nehezen jutunk el, de a Dunán inneni területekre, illetve Budapestre nagyon szívesen utazunk. Az ünnepen több meglepetés is volt. Ajándékpóló tűzijátékos Ferdinánd torta. Az egyik meglepetés Túri Sándor személye volt, hiszen ő a játékmesterünk, az országos játékmester, ő tanított minket játszani, ő szervezte az első versenyeket, amiken mi részt vettünk, ez volt az első meglepetés. A második meglepetés a rendhagyó születésnapi torta, ami egy karcagi Ferdinánd, amit sógonőm Szabó Józsefné Zsuzsa készített. A harmadik meglepetés igazgatóasszony személye, Kuninánási Mónika jött és köszöntötte a csapatunkat, és ő mindig nagyon szívesen jön és szívén viseli a klubunk működését, sorsát. A táborban is itt volt, ott is köszöntötte is a résztvevőket az eredményhirdetésnél is, és a karcakupánál is. Olyan jó érezni a hátunk mögött a támogatást. Amikor én a közművelődési tanfolyamra jártam, azt mondta az egyik vezetőnk, hogy emberek nélkül semmi sem lehetséges, intézmények nélkül semmi sem tartós. És ez valóban így van, mert az embereket tudjuk lelkesíteni, de ha nincs meg a stabil háttér, akkor a működés az megkérdőjeleződik. De nekünk itt van a Dériné Kulturális Központ a hátunk mögött, tudjuk a versenyeket, a próbákat, a játékalkalmakat szervezni. Ez egy nagyon jó együttműködés, mert a
Dérini által szervezett gyereknapot, vagy egyéb rendezvényeket, szabadidős rendezvényeket pedig mi magunk színesítjük a játékkal, és hogy ott vagyunk, és népszerűsítjük a játékot. Puri Sándor játékmestert arról kérdeztük, mennyire jellemző, hogy kitartóak a klubok, és éveken keresztül viszik tovább a játékot. Egyre több ilyen klubunk van, bevallom őszintén. Budapesten a 16. kerületben van a legnépesebb klub, ott már létszámstopot kellett, hogy elrendeljünk. 99 főnél meghúztuk a vonalat, hogy bocsánat, ennél többet nem tudunk fölvenni. Úgyhogy ott már sorban állás van, hogy be lehessen jutni a klubba. Katáéknál is, ha jól tudom, akkor már 50 fölötti létszám van. És nagyon népszerű itt Karcagon is ez a játék, aminek roppant örülünk. Mondta a játékmester, aki néhány mondatban összefoglalta a játék lényegét. Az én szememben elsődlegesen a csapatot összefogja, tehát az embereket összefogja, ezt a játékdobozán is különben meg lehet találni ezt a jelmondatot, hogy összefogja a népet. És a legfontosabb benne az én szememben az még, hogy a generációkat összeköti. Tehát mind itt is lehet látni, ha jól tudom, 9 éves leányzó is játszik, és közel a 80-hoz a másik véglet. A legidősebb játékosunk különben 92 éves. Arra kell figyelni, hogy 1-től 13-ig vannak a kövekbe sorszámozva, 4 színben vannak, és mindegyik sorozatból 2 darab van, tehát 2 sorozat. Így áll össze a 106 kő. Arra kell nagyon figyelni, hogy a kombinációs készséget fejleszte. Tehát nem csak úgy, hogy leülök, játszom egyet, aztán majd hazamegyek, hanem igen, én azt szeretem, amikor az emberek úgy jönnek le, hogy győzni akarok. Ha nem sikerül, nem történik semmi, de igenis hajtson arra, hogy győzni akarjon. A játékmester szerint egy intézmény nélkül egy klub sem tudna létezni. Kunné Nánási Mónika, a Dériné megbízott intézmény vezetője fontosnak tartja, hogy támogassa a Rummy Klubot. Elsősorban azért tartom nagyon fontosnak, hiszen ahogy már előzőekben Katta kolléganőm is elmondta, hogy 5 éve működik, és én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy egy klubnak hosszú időn keresztül legyenek aktív tagja, és működni tudjon egy városba, és összetartó ereje van, én azt gondolom, mindenféle tekintetben, hiszen itt most, ha körülnézek, a alsó tagozatos gyermektől nyugdíjas korosztályig szinte minden korosztály megtalálható, és ez nagyon fontosnak tartom én.